Szeretettel köszöntlek titeket, testvérek! És a mai délután egy gyakorlatias témáról szeretnék veletek gondolkodni, és mivel több élettapasztalatotok és bölcsességetek van, mint nekem, ezért én azt gondolom, hogy fogtok tudni csatlakozni, akár még hozzá is tenni mindenhoz, ami elhangzik. És az első ilyen önvizsgálati kérdésem arra vonatkozna, hogyha visszatekintetek az életetekre, akkor mi volt az, amin keresztül a Jóisten többet tudott formálni rajtatok? A nehézségek, a kihívások, a megpróbáltatások, vagy az örömteli, a sikeres, a szép életszakaszok? Nehézségek? Nem könnyű kérdés, ugye? Mert Isten mind a kettőn keresztül tud üzenni, de talán nem véletlenül olvassuk azt a Bibliában, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ugye a Prédikátor könyvében olvassuk ezt. És hogyha így gondolkodunk a Jóatyáról, akkor van-e olyan foglalkozás, van-e olyan metafora, olyan kép, amit Istenhez köt a Biblia, ami a nehézségekben formáló Istent mutatja meg nekünk? Ötvös, ugye? Az ötvös az, aki beenged minket szenvedések kohójában, hogy kiégjen mindaz, ugye, ami salak. És a mai délután szeretném erről tudnánk még gondolkodni, hogy hogyan formál bennünket a nagy ötvös a keze alatt. És ahogy így a kérdést vezetjük be, szeretnék egy másik jól ismert igét is előjelezni. Ismeritek jól az Új Szövetségből, ahol úgy tesz bizonyságot az ige, hogy Isten megenged nehézségeket, de nem hagy minket feljebb kísérteni, mintsem, hogy el tudnánk hordozni. De fölteszem azt a kérdést is, testvérek, hogy ki az, aki már érezte azt, hogy ez az ige ránézve nem igaz? Ki az, aki már érezte úgy, hogy ez túl sok, ezt én már nem bírom elviselni? Rajtam kívül ki az, aki már érzett hasonló? Senki? Bátran jelezzétek! Ez nem azt jelenti, hogy Isten ne lenne jelen, csak néha mi úgy érezzük, hogy Isten nincs ott, pedig ott van, ő a helyén van. De emberek vagyunk, és el tudunk csükkedni. És nyilván ezért kaptuk az igének a bátorítását, hogy nyugodjatok meg, az Isten nem enged feljebb. Lehet, hogy te úgy érzed, lehet, hogy most teljesen szétesettnek látod a helyzetet, vagy Isten távolinak, ő a helyén van. És én szeretném, hogyha megvizsgálnak most egy konkrét életúton keresztül azt, hogy Isten hogyan formál. És még mindig a figyelmeteket megragadva teszem fel a kérdést, hogy ki az, akit akár a Biblia, akár a zsidók, a hívők atyaként szoktak megnevezni? Ábrahám, ugye? Ábrahám élete sokunk számára azt gondolom, hogy egy jól ismert életút. Ez egy olyan pátriárkáról van szó, akiről elég konkrétan beszél a Szentírás, és ha valaki csak felületesen ismeri az igét, és hiszem, hogy ti nem ezek vagytok, az is, hogyha elkezdi olvasni a Bibliát, találkozik az első mózesi könyvben Ábrahám történetével, és az lenne a mai életünknek a lehetősége, hogy megnéznénk abból a szempontból az ábrahámi életutat, hogy Isten hogyan és milyen nehézségekbe engedte őt be, mint nagy ötvös, és hogyan formálta az ő jellemét. És a nem titkolt célom az, hogy mi is bátorodjunk a lelkünkben, bárhol is vagyunk, mert lehet, hogy most épp valamelyikünk elcsüggett állapotban van, akár betegségben, akár egyéb nehézségekben, és szükségünk van arra, hogy Istent lássuk. Olyan ötvösként, aki lehet, hogy megengedi a szenvedések tüzét, de ezt nem azért teszi, mert hogy ő örömét leli abban, hogy mi szenvedünk, hanem azért engedi meg ezeket, mert szeretne bennünket formálni és hasonlóvá tenni önmagához. Nem tudom, ismeritek azt a kis történetet, ami az ötvösről szól, akit meglátok, az egyszerű Biblia ismerő ember. Nem ismeritek a történetet? És bemegy hozzá, és mondja, hogy hát olvastam a Bibliában erről az ötvös példáról, hogy hogyan kell tisztítani az aranyat, hogyan, és meddig kell benne engedni a tűzbe, hogyan tudja, hogy már elég volt, már kiégett benne mindaz, ami ki kellett, hogy égjen. És mondja az ötvös mosolyogva, hogy hát akkor tudom, hogy elég tiszta már az anyag, amit én tisztani akarok,
amikor meglátom benne önmagamat. Amikor már olyan tiszta, hogy, hogy látom benne a saját képemet. Tükör, igen. És ugye ez egy szép példa arra, hogy Isten is sokszor azért engedi meg számunkra ezeket a nehézségeket, ezeket a küzdelmeket, mert szeretné, hogyha az ő ábrázata kiformálódna. Krisztus ábrázata kiformálódna bennünk, ugye, hogy bibliai jelképet idézzek. De akkor vizsgáljuk meg Ábrahám életét, és ugye itt látható az egyszerű skálán az, hogy a hit és a kételj hogyan tud hullámzani egy pátriárka, egy hithős életében is, milyen nehézségekkel kell számolnia, és hogyan tudja ezeket megharcolni. Ahol pedig látjátok azt, hogy milyen idős volt Ábrahám, amikor a különböző események történtek vele. Tehát 75 éves korában kezdődik a történet, mert a Biblia is onnantól kezdve beszél arról, hogy az édesapjukkal, Tárjával ugye kimennek Ur városából, és Háránnál megállnak, és ekkor kapja, ugye Mózes első könyve 12. fejezete alapján az elhívást Ábrahám, hogy menjen ki Háránból Kánoán földje felé, és Isten nagy népét teszi ott, megáldja, és hát tulajdonképpen ő lesz az alapja valaminek. És az ő magvából fog aztán az üdvösség is még jobban elterjedni a földön. És hát láthatjátok, hogy itt vannak hullámvölgyek és hullámhegyek. Az első hullámvölgy ebben a történetben mindjárt ott van nem sokkal ezután, amikor Ábrahám ugye elmegy Egyiptomba, és ott ugye problémák történnek, éhínség van, és ismeritek a történetet, mit mondott Ábrahám, hogyan okoskodik magában. Hát igen, csinos asszony volt ugye Szárai, ekkor még nem Sára volt az új neve, Szárainak hívták. Nem tudom, tudjátok, hogy mennyivel volt fiatalabb Ábrahámnál, így van, 10 évvel volt fiatalabb. Tehát, hogyha 75 éves kor körül van az elhívás, akkor Ábrahám, akkor 65 éves ez az asszony. Mondhatnánk azt, hogy a 65 éves menyecske azért az nem biztos már olyan hamvas, de azért ne felejtsük el, hogy Ábrahám is elért azért jóval 100 év fölött, a felesége is, és azt is olvasok, hogy igen csinos asszony volt. Tehát aggódott Ábrahám, és azt mondta, hogy hát, rendben van, hogy nekem van egy Istenem, van egy teremtőm, aki elhívott, akire én hallgatok, de itt azért én bebiztosítanám magam, egy kis hazugság az még beleférhet, nem lesz ebből akkora gond, hát gond lett belőle. Tehát ha úgy tetszük, itt nem egy hitbeli döntés hozott Ábrahám, hanem egy emberi okoskodás alapján próbál mérlegelni, és aztán kerül nehézségbe, de Isten ott van vele a nehézségben? Igen. Ott van vele, és kiszabadítja. És hát tudjuk azt, hogy hát milyen nehézségeket kellett megélnie akár. Ugye, hogy hívták Ábrahámnak az unokaöccsét? Lót, ugye? Ugye együtt indulnak útnak, de aztán a pásztoraik versengenek, és Ábrahám, azt gondolom, hitben azt mondja, Isten rólam gondoskodik, válasszál te. Amit te jobbnak látsz, te arra menjél, én megyek a másik irányba. Ne legyen közöttünk feszültség, ne legyen közöttünk harag. Ez is egy nagyon szép magatartás. Egy családon belül mennyi feszültség tud felnövekedni, nem? És ilyenkor tudok-e én hitben dönteni, és nagyleg azt mondani, hogy te vagy az unokaöcsém, én vagyok a rangidős. Akár mondhatnám azt is, hogy menjél te, amerre látsz, de nem így viselkedik Ábrahám. Sőt, amikor Lót aztán nehézségbe kerül, ugye fölfegyverzi a saját szolgáit, saját háza népét, és megy és megszabadítja az ő unokaöcsét az ellenség kezei közül. És amikor ott a környező pogány népek megpróbálnak neki tisztességet, azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nekem van egy saját teremtő Istenem, és én benne bízom. Tehát olyan hitbeli apró lépéseket, és ezek nem apró lépések, csak a Biblia röviden tájékoztat róla, láthatunk így, ahogy olvassuk az igét, amiket én most csak így megpendítek, mert nem erre szeretném a hangsúlyt fektetni. De Ábrahámnak várakoznia kell. Isten megígért valamit, és az nem teljesedik valahogy. Nem tudom, testvéreti, hogy voltatok? Például hány éven keresztül imádkoztatok itt a gyülekezetben, hogy Isten küldjön új tagokat? Egy évig. Egy évig? Én arra emlékszem, amikor megfogadtuk, hogy 8 órakor imádkozunk, hogy ne legyünk, az egy évig tartott. Ezért válaszol. És van olyan testvérek, hogy egy évnél tovább kell imádkozni valamiért, amit Isten megígért, igen, és mégsem teljesedik? És ha megnézitek, ott van alul látható, hogy hány éves volt Ábrahám az elhívásakor, vagy Ábrahám, és hány éves volt, amikor megszületett Izsák, az hány év? 25 év. 25 év. Nem tudom, kellett-e 25 évig várakoznatok valamire.
A 25 év az nagyon-nagyon sok idő. Nem tudom, hogy melyikőtök volt úgy az anyaságában, hogy várta a gyermekét, és nem fogant meg, nem született meg. Volt-e valamelyikőtök így ilyen küzdelemben? Én csak azt tudom, hogy amikor mi vártuk a harmadik gyermekünket, és nem akart megfogadni, most már Istennek hála egy harmadik kisgyermek születését várjuk a nyárra. De emlékszem arra, hogy amikor azt mondok a Jóistennek, hogy Istenünk, add azt, amit te akarsz, és aztán nem jött a gyermekáldás. Eltelt egy hónap, két hónap, három hónap, fél év után fogad meg egy baba. Mert a Jóisten így akarta. Ami nekünk egy új tapasztalat volt, mert az első gyermekeink, ahogy Istennek elmondtuk, hogy szeretnénk és hogy rábízok a kérdést, azonnal jöttek a babák. A harmadik az nem így indult. És valószínűleg azért, hogy Isten ebben is tanítson, és hogy próbáltam egy picit jobban beleélni magamat Ábrám helyzetébe, hogy mi vártunk 6 hónapig, az peteérés szempontjából egy mondjuk 7 peteérés, amikor megfogalhat egy gyermek, maximum 8, ha valakinek nagyon sűrűek a ciklusai, de itt számoljuk ki, hogy 25 év alatt hányszor és hányszor havonta várakozhatok, hogy Isten megígérte, hát ő mondta ezt, nem mi akarjuk, Isten mondta, hogy gyermeketek fog születni, és annyian lesztek, mint égen a csillag. És el tudom képzelni, hogy Ábrám így mondta Istennek vagy magában, hogy hát én nem várnék annyit, mint égen a csillag, csak egyet. De hát az egy se jön. És eltelik egy év alatt is, ott van ugye 10 jó pár lehetőség, meg még egy év, az már 20 jó pár lehetőség, már a harmadik, és ez 30, 40, 50, 60, 70 várakozás, aztán utána, hát most sem, hát most sem, hát most sem. De akkor hogy van ez, hogy Istenem, én várok, és te meg valahogy nem cselekszel, valahogy nem lépsz. És tudjuk, hogy Isten újból és újból megerősítette az ígéretet Ábrámnak. És nem tudom, emlékeztek arra, hogy van-e olyan, hogy Isten megígér valamit, és aztán várunk, és úgy elbizonytalanodunk, hogy Istenem, tényleg úgy van? Tényleg bízhatok abban, amit te az igédben mondtál? Amikor jönnek a nehézségek, a fájdalmak, a szenvedések, amikor várakozni kell, az a legnehezebb. De én módosítanám azt, amit az elején mondtam, csak annyiban, vagy kiegészíteném, hogy feltettem azt a kérdést, hogy Isten a nehézségek által tudja jobban formálni, vagy a nagyszerű pozitív tapasztalatok által. Annyiban egészíteném ki, hogy én azt figyeltem meg, hogy az Istennek az egyik legkonkrétabb eszköze a mi formálásunkban az, amikor várakoznunk kell. És a várakozásban tudunk olyan felismeréseket megtapasztalni, olyan kapcsolódást megélni a megváltónkkal, ami még közelebb visz hozzá minket. És Ábrámnak is várakoznia kell, Szárainak is várakoznia kell. És ez a várakozás bizony megpróbálja az ő hitüket. És ahogy így nézzük Mózes első könyvét, a 15. fejezetben például azt olvassuk, hogy mondja Isten Ábrámnak, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. Hogyan gondolkodott Ábrám? Hát utódom nincsen, akkor ki másra szállna az én vagyonom, az én megszerzett javaimnak az összessége, mint ugye az én szolgámra, Eliézerre. És mit mond neki a Jóisten? Mert folytatja Ábrám, 3. vers, íme én nekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És íme szólt az Úr ő hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Mit ígér meg Isten neki egyértelműen? Nem más, hanem a saját véredből, a saját magodból lesz neked utód. De ugye itt újból elbizonytalanodik Ábrám, és ugye hogyan okoskodik az ő felesége is? Hát nem jön össze, Isten azt mondta, hogy te magodból, hát akkor próbáljuk meg így. És ő maga küldi be Hágárhoz. Ebből elég sok probléma lesz. Aztán látjuk, hogy Jákobnál meg még több probléma lesz, amikor ott ugye 4 asszonytól jönnek a gyermekek. Itt a kettő is bőven hát sok feszültséget okozott, mert aztán megszületik ugye Ismael.
Hány éves akkor Ábrám? Mit olvasunk? 99. Nem. 86. És mikor jön az újabb elhívás? 99 éves Ábrám akkor, amikor Isten újból elhívja. És mondja neki, hogy én mondom neked a mindenható Isten, járj előttem, és légy tökéletes. És akkor ismét megerősíti az ígéretét Isten Ábrámnak. De ekkor már 99 éves. Számoljuk, hogy ugye hány év telik el? Isten megígér valamit, és utána megint eltelik 10 jó pár év. Azt mondja, bizony a te magodból származik neked a magod, és utána megint várok 10 évet. És már 99 éves vagyok. Hát elég hosszú várakozás, nem? Ki az, aki nevet ebben a történetben Istennel kapcsolatban? És Ábrahám? Ő is nevet. Ő is. Azt olvassuk 17. fejezetben, ugye itt, amikor 99 évesen megint elhívja Isten, és elmondja neki konkrétan, a 15. vers, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt, és fiat is adok őntőle néked, és megáldom, hogy legyen népek ki, nemzetek királyai származzanak őtőle. Tehát ekkor már nem csak azt mondja a te ágyékodból, hanem azt is mondja Isten itt neki, hogy Sárát fogom megáldani. Sára hány éves ekkor? Hogyha Ábrám 99, és ő 10 évvel fiatalabb, 89 éves. Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevetett. És gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz a gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülhet-e. Logikus, nem? Ez a felvetés. És már nevet. Már nevet Isten ígéretén. Ez nem a hitnek a magatartása, ugye? Itt. Itt épp mondhatjuk azt, hogy egy hullámvölgyben látjuk megint Ábrahámot, aki megkapja az Ábrahám nevet és Szára a Sárát. Vagy Szárai a Sárát. És aztán ugye nem sokkal később jönnek az angyalok látogatóba, és jön az ígéret, hogy jövőre ilyenkor a te feleséged gyermeknek fog életet adni. És akkor meg Sára nevet. És ugye kapja azt a feddést, hogy ne neves, Istennek nincsen lehetetlen. Persze ne felejtsük el azt, hogy mit kell elhinnie itt Ábrahámnak. Miért nevezik őt a hívők atyának? Nem tudom, ti voltatok ábrát, hogy olyan dolgot kellett elhinni, ami még soha nem történt meg. Mert az, hogy valaki, mert azt olvasok itt, hogy Sárának már nem volt lehetősége, mert nem volt peteérése. Megszűnt az asszonyi természet, így írja a Biblia. Tehát már nem volt lehetőség arra, hogy megfogadjon egy gyermek. És egy ilyen dolgot elhinni, hogy egy terméketlen asszony egyszer csak termővé válik, aki nem már olyan idős, hogy nem szülhet gyermeket, azért ez kell hit, nem? És volt egy hitős a Bibliában, akinek olyan dolgot kellett elhinni, ami soha nem történt. Egy Noénak az esőt. Egy Dánielnek azt, hogy az éhes oroszlának azok nem esznek embert. Egy Mózesnek azt, hogy a víz ketté nyílhat, vagy az, hogy mit tudom, a víz vérré válhat, vagy egy bot kígyóvá. Hát ez az igazi hit. És látjuk azt, hogy Ábrahám megfárad, újból és újból, de aztán egy hitében kitart, hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonított neki igazságul. És aztán megkapja ezt a fiút. Mert képes volt a hullámzások ellenére is újból és újból megerősödni abban, hogy amit Isten megígér, azt ő meg is tartja. Testvérek, ti hogy vagytok ezzel? Tudtok kapaszkodni abba, hogy Isten, amit megígért, azt megtartja? Akkor is, hogyha más mondanak a körülmények? Hogy Isten a helyén van? Hogy ő szeret titeket egyen-egyenként? Hogy ő elkészített helyet nektek az ő országában? És most bármilyen nehézség, bármilyen kihívás van jelen, bármilyen fájdalom, bármilyen csüggesztő körülmény, ő ezt tudja? Azt írta egy keresztény gondolkodó Ábrahámról, hogy különböző próbákat kapott Istentől, és mivel Isten megtisztelt őt a legnehezebb próbákkal is, ez nem arról szól, hogy ő pikkelt Ábrahámra, hanem arról szólt, hogy ő még magasabb szintre akarta őt juttatni. És lehet, hogy a mi életünkben is a magasabb rendű próbák nem arról szólnak, hogy Isten kevésbé szeret minket, hanem arról szól, hogy még jobban szeret, és még közelebb akar vonni magához. Egy próba nem mindig csak arról szólhat, hogy valamit rosszul csinálok, és Isten büntet, hanem arról is szólhat, hogy Isten szeret engem,
és szeretne egy próba által még jobban megértetni velem valamit. Hát aki a legtöbbet szenvedte, az ki volt ezen a Föld nevű bolygón? Az Úr Jézus. Az Úr Jézus, és az Atya Isten. Gondoljatok bele, hogy ha ő a mindenható Isten, és minden szenvedést lát, és ő a szeretet Isten, és ő maga az agapé, akkor mennyire fájhat neki az, hogy látnia kell a bűnnek, a gonoszságnak az iszonyat sok nyomorát. És azt gondolom, hogy neki nem telik öröme abban, hogy mi szenvedünk. De tudja, hogy a szenvedések által tud minket formálni és tökéletesíteni. És térjünk vissza, ugye Ábrahámhoz, megszületik a fia, Izsák. Óriási élmény lehetett. Végre az, hogy a megígért utód az megszületik. Az én szeretett feleségemtől, Sárától. De ez újabb kihívást okoz. Hány éves ekkor Ábrahámnak az első szülött fia? Nem. Hát ha 86 éves volt, amikor született, és 100 éves, amikor megszületik, és akkor már 14. Egy kamasz gyerekről beszélünk. Szerintetek szerette Ismaelt Ábrahám? Szerette. Hogyne szerette volna? A saját vére volt, a saját gyermeke volt. Szerette Hágárt is egyébként, de nem ő volt a felesége. Okozott-e ez problémát a családi körben? Már korábban is okozott, mert ugye olvassuk azt, hogy amikor áldott állapotba kerül Hágár, már akkor nincsen az úrnőjének becsülete előtte. Sok a feszültség. És aztán elkezdi nyomorgatni Sára Hágárt, a pimasságáért, és vannak ott is már problémák. De mivel az utód nem érkezik, ugye is Eliézerről elmegy a fókusz most már Izmael irányába, mindenki úgy tekintett rá, hogy ő lesz az utód. Isten ígért valamit, de hát eltelnek az évtizedek, és nem történik semmi. Már Sára úgysem szülhet gyereket, tehát. Ugye készpénznek vette valószínűleg Hágár is, és a cseperedő Izmael is, hogy ő lesz az utód. Ő lesz az áldásoknak a birtokosa. Milyen csalódás lehetett nekik megélnie azt, hogy megszületik egy gyermek. Ábrahámnak és Sárának öröm, Hágárnak és Izmaelnek nehézség. Kihívás. Ezt írja Ellen White. Köszönöm szépen a vetítést, hogyha nagyon zúg a projektor, akkor kikapcsolhatjátok, és majd már csak két ábrában azt el tudom mondani majd fejből is. Azt írja Ellen White, Izsák születése élethosszig tartó várakozás után a legdrágább reményeik beteljesülését hozta, örömmel töltve be Ábrahám és Sára sátrát. Ez eddig szép, nem? Egy élethosszig tartó várakozás után ott van az áldás. De ezzel az eseménnyel Hágár szeretve dédelgetett reményei meghiúsultak. A már ifjúvá serdült Ismaelt eddig az egész tábor Ábrahám vagyona és az ivadékainak megígért áldások örökösének tartotta. Mindenki így tekintett rá. És hát, ha akarta, ha nem, ez benne is felnövekedett, mint várakozás, mint vágyakozás. Ha meg akarta, akkor még inkább, de ha csak körzetes ugalta volna neki, akkor is nehéz lett volna ellenállni ennek. A fiú hirtelen háttérbe szorult. Gondoljatok bele. Addig ő van a középpontban, most hirtelen mindenki az újszülöttet dédelgeti és örömködik. És a csalódott anya és fia meggyűlölte Sára gyermekét. Az általános örvendezés fokozta féltékenységüket annyira, hogy Ismael nyíltan gúnyolni merte Isten ígéretének örökösét. Ismael féktelen természetében Sára a viszály kiapadhatatlan forrását látta, és Ábrahámot arra unszolta, küldje el a táborból Hágárt és Ismaelt. Ismertek a történetet a Bibliából. És Isten mit mondott Ábrahámnak? Ne essen nehezedre. Majd én vigyázok rá, azt mondja Isten. De mi lehetett ezt megélni? Akár Sárának is. Hát én mondtam, hogy a férjemnek, hogy Hágártól hát legyen utód, ha már tőlem nem lehet. Gúnyolták, bántották őt is, az újszülöttet is, visszajöttek a bizalommal. Nem szépen viselkedtek. De azért részben érthető az ő csalódottságuk is, nem? Emberileg persze. Emberileg. Hogyan élte meg ezt a helyzetet
Ábrahám, gondoljatok bele, hitbeli küzdelem lehetett neki? Ott van a fiam, aki szintén a fiam. Aki ez lehet, hogy még jobban is kötődött. Mert már 14 éves volt, volt 14 évük együtt. Izsák még kicsi volt. És ezt tudom én is, aki apa vagyok, hogy a feleségem azonnal mély kötődésre kötődött az újszülöttökhez. Én is kötöttem mind a kettőhöz, például amikor megszületett Ambrus, nekem idő volt, amíg ez az apa-gyerek kapcsolat igazán elmélyült. Először is örültem, először is hálás voltam, először is szerettem azt a kis pirinyó lényt, kis embert, de azért egy apánál ez egy folyamat, amíg az az igazi... Igen, és azt mondom, hogy szerelmes vagyok a fiaimba, de azért kellett valamennyi idő, amíg ez az igazi mély kötődés kialakult, ami egy anya csecsemő viszonyban rögtön megvan, én azt gondolom. Nem tudom, csak láttam a feleségemnél. És azt gondolom, ezt most csak azért mondom, mert próbálom beleképzelni Ábrahám helyzetébe, hogy ott van egy 14 éves kamasz gyerek, akit szeret. Aki lehet, hogy hebehúrja meg, csúnyán viselkedik, de mégis az ő vére. És ott van Hágár a szolgálója, akit szintén már ismer évtizedek óta. És azt olvasok, Elemájt azt írja, tehát arra unszolta ugye Ábrahámot Sára, hogy küldje el a táborból Hágárt és Ismaelt. A pátriárka mélységesen elszomorodott. Hogyan üzhetni el Ismael fiát, akit még mindig nagyon szeretett? Tanástalanságában ugye Istenhez fordul. Az Úr szent angyal útján üzente neki, teljesítse Sára kívánságát. Sem Ismael, sem Hágár iránti szeretete ne álljon az útba, mert csak itt tudja helyreállítani a családja harmóniáját és békéjét. Az angyal közölte vele azt a vigasztaló ígéretet, hogy Ismaelt, bár elszakad anyja otthonától, Isten nem hagyja el, életét megőrzi, és a fiú nagy nemzet atyává lesz. És itt jön a fontos rész, amit most Ábrahám szempontjából szeretnék veletek átgondolni. Ábrahám sajgó fájdalommal engedelmeskedett az angyal szavának. Atyai szívére kimondhatatlan bánat nehezedett, amikor elküldte fiát és Hágárt. És ugye nem úgy küldi el, hogy nagy vagyonnal, hát kap egy tömlő folyadékot, valamennyi kis elességet, aztán elmennek. És tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak ott, és hogyan várja a halált, aztán Hágár, és Isten hogyan könyörül meg, és hogy milyen hite van Ismaelnek, aki imádkozik. Tehát Ismaelnek is azért volt sok olyan tapasztalat, amit összeszedett a pátriárka mellett. És azt olvassuk, hogy sajgó fájdalommal tudott csak engedelmeskedni Ábrahám. Tehát lássuk azt, hogy nem csak Izsákkal kapcsolatban kellett megszenvednie, megküzdenie Ábrahámnak, és a hitében erősödnie. Mi lehetett a 14 éves gyermeket elküldeni? És azt mondja, Istenem, te tudod, te ígérted meg, én rád bízom őt. De hogyan fájdott neki ez az egész helyzet? És amit szeretnék idézni, hogy tudjátok, hogy melyik volt Ábrahám egyik legnagyobb hitpróbája. Az még csak most jön. Az még csak most jön. De nem most, eltelik még tizenpár év. Eltelik még tizenpár év, amíg nem lesz ifjú, Izsák is. Kialakul a kötődés. Egyre mélyebb és mélyebb. Anyafiú viszonylatban nagyon erős. Tudjuk azt, hogy hívják később Izsáknak a feleségét? Rebeka. Ugye annyira ragaszkodott az édesanyjához Izsák is, hogy tulajdonképpen Rebeka érkezésre tudta megvigasztalni és elfeledtetni vele azt a gyászt, amit az édesanyja elvesztése felett érzett. Ír erről a Biblia. Közeli kapcsolatban voltak az édesanyjával is, és nyilván Ábrahámmal is. És itt van a legnagyobb próba Mória hegyén, vagy arra felé. És azt írja egy McIntosh nevű keresztény gondolkodó, hogy többfajta megpróbáltatás van az életben. Van olyan, amikor Sátán kér ki, amikor a saját bűneink miatt kell nehézségeket átélnünk, és van olyan, amikor Isten enged be az olvasztó tégelyébe. És azt írja ez a keresztény gondolkodó, hogyha megnézzük mondjuk Ábrám unokaöcsét, Lótnak nem volt szükség olyan komoly és mély próbákra, őt megpróbálta a saját rossz választás, a Szodoma és Gomora. Neki az is bőven elég próba volt, amiben meg kellett állni és valahogy kitartani. És ő is megmenekült, de úgy, mint a tűzből kikapott üszög. Milyen nyomorúságok, nehézségek, szenvedések árán, elvesztve a feleségét, a lányai által megfertőztetve, ugye beteg utódokat nemzve, nyomorúságos körülmények között, szörnyű, ugye így belegondolni is.
De Lótnak volt hite, de mégis nem tudta Isten magasabb szintre vinni, mert a rossz választás, a rossz döntései maguk próbálták meg őt. És mennyivel magasabb az, amikor nem a saját nehézségeim, a saját rossz döntéseim miatt szenvedek az életben, hanem Isten tisztel meg azzal, hogy ő enged meg olyan próbákat, amik által még tisztább, még inkább Krisztusi lehet a jellemem. És ami biztos, testvérek, hogy ebben az életben szenvednünk kell. Ez a sárgolyó, ez Sátánnak a birodalma. Istennek meg az olvasztó tégeje. És nem értem, hogy miért szenvedünk. A saját butaságaink, bűneink, a saját rossz döntéseink miatt. Ebben is van szerintem számos tapasztalatunk. Vagy Isten kezét fogva azért, mert ő mondja azt, hogy én szeretlek gyermekem, és itt még egy picit le kéne metszenem. Ott még egy nagyobb darab van, amihez már véső kell. Itt kell egy metszőolló, és hát az lehet, hogy egy kicsit fájni fog, de hidd el, hogy utána a növekedésed az még jobb lesz. És én hiszem azt, hogy Isten arra vágyik, hogy bennünket ilyen próbákban tudjon edzeni és erősíteni. És ugye amikor Izsák felcseperedik, akkor Isten azt mondja, hogy Ábrahám, szeretnék neked valamit mondani. És szeretném, hogyha ezt a részt megnéznék még az igéből, bírjátok még türelemmel, figyelemmel? Nem akarok túl hosszú lenni, de azt gondolom, hogy ez az a hitpróba, amit sok ember, aki kívülről szemléli az eseményeket, az nem ért meg. Van, aki azt mondja, hogy milyen Isten az olyan, aki arra kéri a gyermekét, hogy áldozza föl azt, aki a saját vére. Hát egy szerető Isten ilyet nem kér. Mondhatjuk, ugye? Vagy mondhatja, nem tudom, nektek mondták-e már ezt? Így felületesen vizsgálva ezt a történetet. De azt gondolom, hogy ebben a történetben el van rejtve az evangélium. Méghozzá nem csak elrejtve, hanem ott tündököl keresztül rajta, ha valaki meglátja. És lássuk azt, hogy Ábrahám egy olyan próbát kap, ami megtiszteltetés, ami által betekinthet a megváltás hatalmas művébe, és olyan dolgokat érthet meg, amit addig nem értett, és nem látott ilyen tisztán. És ugye úgy szól Isten kérése, 22. fejezet, Mózes első könyvében, és történt ezek után, Isten megkísértette Ábrahámot, így olvasok, és mondta neki, Ábrahám. És felelt Ábrahám, én hol vagyok. Na ez az én hol vagyok, ebben a fejezetben háromszor szerepel. Érdemes megmutatni, hogy hogyan szerepel háromszor. Hogyan mondhatta először azt Ábrahám, hogy itt vagyok? Isten szólt, ugye valószínűleg nyitottsággal, örömmel, hisz az áldások birtokosa, vagyona van, gyönyörű fia van, szerető felesége van, szolgái vannak, ott van Kánaán földjén. Itt vagyok, Istenem. Amit utána kapott, azt szerintem ezt a fajta lelkesedését, vagy nyitottságát, vagy örömét, hát elég mélyre vitte. És ugye Isten azt mondja, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz. Így kezdi. Mindjárt megmutatja azt is, hogy milyen volt a kapcsolata Ábrahámnak Izsák. Egyetlen egyed, akit te szeretsz. Ezt a fiadat vegyed, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Öld meg, égesd meg, égő áldozatul nekem. Hát ez így belegondolva is szörnyű, nem? Igen. Gondoljatok bele, testvérek. Ábrahám hogyan reagál erre a kérésre? Mit mond? Mit cselekszik? Azt olvassuk, következő vers. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, melyet neki az Isten mondott. Mikor? Vívódik még napokat? Vagy heteket? Menekül, mint Jónás? Jó reggel, elindul. Készséges a hite? Igen. Ehhez kellettek a korábbi tapasztalatok? Igen. Ezek a hullámok, amiket láttunk? Igen. Nem akárkitől kér Isten azért ilyen komolyat. Az ő hitben megpróbált gyermekétől, aki már vele jár, és vannak tapasztalatai. Itt is ezt kellett elhinnie, de már egyszer megtapasztalta, és ugye azt olvasjuk Zsidókhoz írt levélben, hogy ő hitte azt, hogy Isten akár a halálból is vissza tudja hozni Izsákot. Mivel azt mondta Isten, hogy Izsákban nevezhetik neked a mag, ő hitte azt, hogy Izsák lesz.
És amikor a szolgáktól elbúcsúzik, azt mondja, majd visszajövünk, ha figyeltétek a történetet. Majd visszajövünk. Itt várjatok. Nem olvasom fel most az egész szakaszt, mert látom, hogy ismeritek. De amikor Ábrahám elbúcsúzik a szolgáktól, ugye hány napon keresztül mennek a Mória hegye felé? Három nap. Három nap küzdelem. El is lehet egy jelkép. Igen. Három napig volt az Úr a Föld. El is lehet egy jelkép, amíg valami új megszületik. Három nap küzdelem, három nap szembesülés a halál tényével, és aztán valami újra eszmélés. Ez is benne van ebben a történetben, el van rejtve. De gondoljatok bele, hogy mit élt meg abban a három napban Ábrahám. Engedelmeskedek Istennek, bár olyat kér, ami nem logikus. Isten törvényével ellentétes, nem? A gyilkosság. Egy embernek a megölése. De Isten ezt kéri. És én már ismerem az Isten hangját. Nem az a vívódok, hogy valahogy Isten mondta, vagy nem mondta. Ő mondta, és megyek. De figyeljétek meg, hogy általában azoktól kér Isten ekkorát, hogy azoknak lesz ilyen hitpróbája, akiknek már vannak előtte tapasztalataik. Egy Dávid, mielőtt szembeszállt a Góliáttal, szerzett tapasztalatokat a pásztorkodásában? Legyőzte előtte a medvét meg az oroszlánt is, ha kellett? De. Lebizony. Tehát ő nem úgy állt oda, hogy még soha nem volt a kezemben parítja, még soha nem mentem semmivel szembe, amit megtámadott volna. Neki voltak tapasztalatai. Ábrahámnak is voltak óriási tapasztalatai. Épp ezért abban nem volt már kétség, hogy Isten mit mondott neki. Abban lehetett vívódása, hogy azt a szemét kellett elengedni, aki az egyetlen egye volt, a szeretett fia. És megy. Azt írja Ézsaiáson keresztül nekünk is az ige, 48. fejezet 11. verse. Íme megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. Önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Benne lehetett ez is egy picikét ebben a próbában, hogy Isten megkísértette, megpróbálta Ábrahámot, hogy kinek adod a dicsőséget. Nem teszed a fiadat esetleg elém? Nem lehet esetleg belőle is bálvány, akit jobban szeretsz, még nálam is? Nézzük meg, hogy is vagy vele. Az egyik legkomolyabb hitpróba. De volt még egy dolog, amit meg akart értetni Ábrahámmal Isten. És ez leginkább az, amit ő tesz. Értünk mindannyiunkét. És ezt nem csak Ábrahámnak mondta, hanem ezt nekünk mondja a testvérek. Hogy mi lehetetnek az apának átélnie azt, hogy a fiát fel kell áldoznia, az utolsó pillanatban pedig, ugye Isten megfogja a kezét, és azt mondja, hogy nem, Izsákot vedd le onnan, ott az a kos, én tettem oda, áldozd meg őt. Ki fogta vissza Isten kezét akkor, amikor a fiának nem kedvezett? Nem fogta vissza senki. Senki. Mert az atya elfordult a saját fiától. Hagyta, hogy a legszörnyebb, legnyomorúságosabb halált hallja. Értem és érted, testvérem. Ábrahám kezét visszafogta a Isten, de amikor a saját fiáról volt szó, nem kegyelmezett neki, értünk. És ez mekkora csoda. Ha ez nem érinti meg a szívünket, hogy Isten így szeret minket. Ugye? És azért van ebben a történetben még egy szereplő, aki megint csak jelképes szereplő lehet. Kit jelképezhet Izsák? Ugye? Az Úr Jézus jelképezheti. És Izsák hány éves volt ekkor? Mit mondtunk? Hát, így van. Hány éves volt az apja? 118. Hát, igen. Melyik volt vajon az erősebb és a fürgébb szerintetek? Lehet volna lehetősége azt mondani, hogy én megyek? Elkáncsol az apját és elfut. Megtehette volna, ugye? Tudta egyébként Sára szerintetek, hogy mire készül? Azt írja Ellen White, hogy megnézte az alvó fiát Ábrahám, amikor elindultak. Egy percig nézte a kedves arcát, majd remegve elfordult. Oda ment Sárához, aki szintén aludt. Kérdezte maga, hogy felébresszem-e. De tudta, hogy Sára nem fogja tudni elengedni. Élete össze volt kötve. És az anyai szeretet nem engedte volna ezt az áldozatot. És épp ezért
elmegy Ábrahám. És a kijelölt helyen azt írja, mert felépítették az oltárt, és ráhelyezték a fát. Aztán jön a kérdés, ugye a második imhol vagyok, hogy azt mondja Izsák, hogy apám, és mondja, hogy imhol vagyok, fiam. Hát itt van minden, de hol az áldozat? Ez a második imhol vagyok, ez nehezebb lehetett. Aztán a harmadik imhol akkor, amikor felemeli a kést, és mondja neki Isten, hogy Ábrahám, itt vagyok. Teljesen szétesve. És azt olvassuk, nagyon megrázó ez a rész is. Ráhelyezték a fát az oltára, aztán Ábrahám reszkető hangon elmondta fiának Isten üzenetét. Izsák rémült csodálkozással hallgatta, mi lesz a sorsa, de nem ellenkezett. Elmenekülhetett volna gyászos végzet elől, ha akart volna. A három nap küzdelmében kimerült, fájdalomtól lesújtott öreg ember nem tudott volna szembeszállni az életerős ifjúval. De Izsákot gyermekkorától fogva engedelmességre nevelték. Bízó engedelmességre. És amikor megtudta Isten akaratát, engedelmesen meghajolt előtte. Osztozott Ábrahám hitében, és megtiszteltetésnek tartotta, hogy életét feláldozhatja Istennek. Hát micsoda hit? Itt nem csak Ábrahám hitéről beszélünk, és ha Ábrahám jelképezi a jó Istent, aki szeret minket, akkor Izsák jelképezheti Jézust, aki önként vállalta azt, amit vállalt. Csak ugye Izsák kegyelmet nyert, a fiúra pedig lesújtott az Atya Isten minden haragja, hogy helyettesem lehessen, és helyettesetek lehessen az ő áldozata. Azt olvasok, hogy osztozott Ábrahám hitében Izsák, és megtiszteltetésnek tartotta, hogy életét feláldozhatja Istennek. Gyengíten igyekezett könnyíteni atya fájdalmán, és segítette, hogy erőtlen kezével odakösse az oltárhoz. Ő segít önmagát megkötözni. Elhangzottak az utolsó szerető szavak, elsírták az utolsó könnyeiket, és utoljára megölelték egymást. Micsoda dráma, gondoljatok bele. Az atya felemelte a kést, hogy megölje fiát, és akkor hirtelen valaki megállt parancsolt. És akkor történik az, ami után azt gondolom, hogy egészen másként tekintett mind Ábrahám, mind Izsák az ő Istenükre, az ő leendő megváltójukra, mert valamit megértettek ezáltal. És én azt gondolom, hogy azért írta le nekünk a Bibliában ezt a Jóisten, hogy mi is megértsünk valamit. Isten szeretetéről, annak a mélységéről. Mert Ábrahámnak keresztül kellett mennie egyfajta fájdalmas küzdelmen, de nem kellett semmilyen valódi veszteséget átélnie, ami a fia elvesztése miatti veszteség. De Istennek a saját fiától el kellett fordulni, hagyni, hogy szenvedjen. És ha valaki már tapasztalta, hogy milyen az, amikor gyermeke szenved, és nem tehet semmit szülőként, hiszem, hogy ezt többen tapasztaltuk, akkor érti, hogy mi lehetett úgy, hogy ott a gyermekem, és még csak ki sem fejezem az együttérzésemet, hanem hagyom, hogy szenvedjen, és hogy meghalljon. És azt írja Ellen White, hogy kettős célja volt ennek, amit Isten ebben az olvasztó tégelyben megengedett. Az egyik az volt, hogy Ábrahám lelkébe akarta vésni, hogy az evangélium valóság. Másrészt pedig próbára akarta tenni a hitét. Azért kellett elviselnie, utolsó idézet Ellen White-tól, ezen a délelőttön, azért kellett elviselnie a lelki félelmes próba sötét napjaiban, hogy saját tapasztalata által felfogjon valamit abból a hatalmas áldozatból, amelyet a végtelen Isten hoz az ember megváltásáért. Semmi más próba nem gyötörhette volna meg úgy Ábrahám lelkét, mint fia feláldozása. Isten gyötrelmes és gyalázatos halálra adta a saját fiát. Az angyalok, akik Isten fia megaláztatásának és lelki gyötrelmének tanúi voltak, nem léphettek közbe, mint ahogy Izsák esetében megtehették. Ha a Getsemáné kertjében egy angyal nem vigasztalja a vétverejtékező Jézust, akkor valószínűleg ott meghalt volna. Olyan küzdelemben, olyan iszonyat kínban volt. Akkor később nem hangzott kiáltás, hogy elég. A dicsőség királya feláldozta életét, hogy megváltsa az elbukott emberiséget. Mivel bizonyíthatná Isten jobban végtelen könyörületét és szeretetét? Aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? És azt gondolom, hogy ha így tekintünk az Ábrahám életútra, így nézzük a nagyötvös mi mindent munkát az életében, akkor Isten megdicsőült, vagy nem dicsőült meg? Ki tudta ábrázolni a saját képét, vagy Krisztus képét Ábrahám életében? Amikor meghalt, olyan szép
történetek vannak még itt. Amikor például meghalt Sára, akkor hogyan és hova temette el Ábrahám? Tudjátok? Volt neki ott saját birtoka? Úgy kellett megvenni egy földterületet, ahova eltemethette a feleségét. Mert Ábrahám hitben volt ott, jövevény és vándor, nagy vagyona volt. De azt mondta, hogy Istenem, hogy te írtél, én nem lépek emberileg. Egy földdarabot veszek a feleségemnek. Ebben is benne van az ő hite. És érdemes így a gyakorlati oldalról visszamenni a saját életünkhöz. Vannak próbáik, nehézségeink, testvérek? A nagy ötvös szeret minket? Formál minket? Lemond rólunk? Soha. Soha. Bátorodjon a lelkünk, jó testvérek? Bármiben is vagyunk, bármilyen nehézségben. Én azt kívánom, hogy az ábrahámi példa tudjon bennünket közelebb vinni a megváltónkhoz, és a szerető Istenünkhöz. Ezt kívánom teljes szívemből.